Dráma pedagógia vagy éppen képzőművészet. Ezekkel a lehetőségekkel ismerkedhettek meg az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán, Sárospatakon azok a fiatalok, akik résztvevői lettek a Tehetséges Zempléni Fiatalokért Tehetségútlevél címmel elindított pályázati programnak. Szerencsről, Sárospatakról és Sátoraljaújhelyből érkeztek többségében középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalok, akikre már a felsőoktatásban való részvétel vár. Nekik szerettek volna az itt rejlő lehetőségekbe betekintést is adni az oktatók. Nem akartam meg erig elmenni őszintén, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy milyen lehet, meg még életemben nem voltam itt, és édesanyám is ide járt. Szóval szerettem volna kipróbálni. Az első foglalkozás pedig jó nekik érkezik, ugyanis sok olyan emberrel találkoztam és ismerkedtem meg, akik hasonló közlékenyek, mint jó magam. Emellett úgy érzem, hogy remek barátok leszünk. A programban résztvevő fiatalokat egy már a karon tanuló hallgató, valamint egy oktató mentorálta. Az ő segítségükkel nyertek betekintést a diákok az itt folyó munkába. Mi a drámapedagógiával foglalkozunk, és legfontosabb célunk, hogy ezt a drámapedagógiát megkedveltessük a kicsikkel, a kezdőkkel, és valamilyen szinten még én is kezdő vagyok ebbe, ugyan ilyen foglalkozásaink még nem voltak, még ez előttünk áll a tananyag szerint, de mindannyian nagyon élvezük, mintha kacagás, nevetés hallatszik, és hát remélem, hogy sikerül megkedveltetnünk velük. A két héten át zajló foglalkozások elsősorban arra adnak lehetőséget a fiataloknak, hogy időben kitalálják, mit is szeretnének hivatásként űzni, és hogy ahhoz időben megfelelő iskolát válasszanak. Azaz kitalálják magukat, hangzott el a program megnyitóján. Fontos szempont volt az is, hogy a Sárospataki kar ideje korán megszólítsa azokat a diákokat, akik felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni. Szerintem megerősíti őket abban a nagyszerű elhatározásban, hogy ők többet akarnak, mint úgy általában az iskola megkövetel tőlük. Ugye az egész tehetséggondozásnak ez a lényege. Ez az útlevél egy kicsit szimbolikus abban a szempontból, hogy akik itt részt vesznek, ezek végzős középiskolások az én tudomásom szerint. És ez szerintem nagyszerű gondolat, ami már évek óta elindult, csak nem nemzeti fejlesztési program támogatása, hogy behazonosítjuk a felsőoktatásba érkező hallgatókból azokat. Ilyenben elhatározzák magukat, azok tiszteletet érdemelnek mindenféleképpen, de az fontosabb, hogy a sárospataki felsőoktatásban dolgozó tanárok, oktatók, meg az egriben is, mert a jövő héten egriek is lesznek itt, azok már személyes kontaktusba kerülnek ezzel a tanulói csoporttal. A program jövő héten folytatódik.